Szevasztok srácok, én Zodiak vagyok, ez a videó pedig egy termék bemutató lenne, úgymond. Egy venomos terméket szeretnék nektek bemutatni. Mióta megvettem az Xboxot, azon gondolkoztam, hogy milyen alternatív töltési módokat tudnák kihasználni, ugyanis a kontroller. A kontrollerem az ugye elemes lenne, na de én gondolkoztam rajta, hogy ez az Xbox controller, hogy ne kelljen mindig elemet venni, vagy újra tölthetős elemet venni. Keresgéltem a városban, interneten, meg pár platformon még, hogy hogy lehetne költséghatékonyan töltögetni, és ne elemeket használjunk az Xbox controller töltéséhez. És egy tök véletlen, szerencsés pillanatban mentünk be párommal, Szandival a bizonyos üzletlánkba, nem fog kimondani a nevét, de azon belül van egy boltocska, ami külön konzolokkal foglalkozik, ez az M-Konzol nevezetű bolt, konzolos bolt, játékokat és mindenféle kontrollereket, tartozékokat tudtok ott beszerezni, valamint ezt a terméket, ami itt van nálam, ugyanis helyettesíteni, pontosabban lecserélni szerettem volna ezt az elemes töltögetős módszert, és sokkal, de sokkal jobb dolgot találtam. Nem tudom, hogy találkoztatok-e ilyen jellegű termékkel, de én nekem ez egy nagyon nagy pozitívum, hogy ilyen dolgokat is találni itt a városban. Ő pedig nem más, mint a Venom Xbox Controller akkumulátor, és azért is jó dolog ez, mert nem egyet, hanem egyből kettő darabot tudtok belőle megvenni, és nem is volt sok, mert 5500 forintért vettem egy 3 méteres kábellel, valamint ilyen tartozék tartóval, vagy valami hasonlóval, nem tudom, hogy válaszol meg, de ő lenne a kis akkumulátorunk, nem tudom, így, Venom, és a Wowpon, vagy mi a nyavaja az akkumulátor neve. Látjátok, hogy ha ráközelít, akkor van egy ilyen USB port, és azért jó, mert ezt közvetve a kontrollerbe is lehet tölteni. Magyarán ott a már benne az egyik akkumulátor, és itt ezt közvetlen tudjátok tölteni akár egy ilyen akkumulátoros töltőről, hálózati töltőről is. Nos, hogy úgy nagyjából mit kell tudni erről a dologról, erről a termékről, hogy elméletileg 18 órát kibír egy huzamba használatban, és folyamatosan tölthető, elég már csak 5% töltöttség neki, és használható a kontroller. Úgyhogy azért jó, mert kettő van ugye belőle, az egyik ugye már itt van a kontrolleremben benne, itt az egyik, ott a másik, és közvetve le is tudjátok cserélni az egész dolgot. Magyarán az egyik lemerül, már is rá tudjátok rakni, mert fel van töltve, felrakjátok akár laptopra, vagy hálózati akkumulátor töltőre, és már is tudjátok azonnal tölteni. Nos, ez a termék egy... nem is tudom nektek megmondani, milyen származású... Hát, elméletileg ez egy kínai akkumulátor, de a Venom az magyarán német, de nem tudom, hogy miért jelölik akkor kínai terméknek, hogyha Németországban gyártják. Na mindegy, ezzel nem is foglalkozunk. Én most jelen pillanatban ezt a lecserélős megoldást használom, és én ahogy játszok az Xboxon, nekem még nem nagyon jelezte, hogy merülne, bár nem is játszottam olyan sok mindent a Xboxon, de még 3 óra használatban sem volt az akkumulátor, de alig merült valamit, szóval szerintem valami jó nagy teljesítményű akkumulátor lehet, 2100-2500
milliampere órás, ha minden igaz, nem tudom. Nincs ráírva, hogy mennyi, de hogyha szeretnétek ilyen terméket, akkor nézzétek meg a venomuk.com oldalon ezt a terméket, és hogy a címkéjére mi van ráírva, Venom Xbox van fehér akucsomag, 2 darab, plusz 2 méter töltőkábellel, és ezt a budapesti LED Sound Kft. Forgalmazza, a származási hely pedig feltüntetve Kína. Na, de akkor is arra, amire használni akarom, arra jó lesz. És ár ügyében is nagyon jó termék, sok használatra jó ez a termék. Tehát az a lényeg, hogy minél többet használjátok ki magyarán. Jelző, LED fény, akkumulátor, töltőbemenet 2.0-as, mini USB, és csak így fel kell pattintani. Tehát mindjárt megmutatom nektek a kontrollerből, hogy ezt gyere ki. Csak így lazán kipattintom, és ugyanolyan lazán, hoppa, pillanat, így lazán vissza is tudom pattintani, és működőképes a kontrollerrel. Ezt általában majdnem minden kontrollerhez ajánlotta nekem a csávó, úgyhogy ti is használjátok ki. Ha pedig tetszik, akkor vásároljátok meg, vagy rendeljétek meg a venomuk.com oldalon, vagy bármelyik nagyobb ilyen kereskedésben, weboldalon tudtok, nem tudom, Védiában vagy valahol tudtok-e vásárolni belőle, de ajánlom megvásárlását. Nekem hasznos, és fogom használni rendszerint. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornán, ha pedig még nem tettétek meg, nyomjátok be a csengőt, és értesültek az összes videóról, amit feltöltök a csatornára. Safety Pro Jimmy, szevasztok, peace out!